Köszöntöm a nézőket. A fehérvári beszélgetéseknek a két vendége na, nagyon sokat fog tudni nekünk mesélni a Fekete-Sas Patika Múzeumról, arról az időről, amikor még patikaként funkcionált, illetve magáról a gyógyszerészetről. Két gyógyszerész ugyanis a vendégem, Lipai József és Lipai Józsefné Virág Mária. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a meghívást. Ugye mondtam ezt a Fekete-Sas Patika Múzeumot, ezzel indítottam a beszélgetést, mert szerintem azért az egy nagyon nagy szó, hogy akkor, amikor még nem volt múzeum, Önök már akkor is ott dolgoztak a Patika Múzeumban. Hát én 66-ban jöttem ide egyedül, mert a férjem túl kevén maradt, még 3 hónapig ott helyettesíteni kellett az egyik gyógyszerésznőt, aki éppen szülni ment 3 hónapra, és ő áprilisban jött utánam. De a lakást megkaptuk már januárban, mert a főgyógyszerész, Antal főgyógyszerész úr házaspárokat akart idehozni, és mi voltunk a 3. házaspár, akik lakást kaptunk. Milyen volt egyébként akkor így a patika, ami még akkor tényleg patika volt? Most ugye én már csak úgy ismertem, mint Fekete-Sas Patika Múzeum. Sajnos én még nem kerültem úgy oda, hogy... Abban az időben ez a gyógyszertár volt az ügyeletes gyógyszertár. Hát nagyon megterhelte a magát, a múzeum részt, mert rengeteg ember fordult meg, és éjjel-nappal volt ugye munka. És ebben az időben, hát ez volt a legnagyobb forgalmú gyógyszertár. A másik a piasztéri volt, ami jelenleg most a KNH banknak az épülete, vagy ott van a KNH bank, és abban az időben a piasztér közelsége miatt a vidékiek abba a gyógyszertárba jöttek. Piaci napokon meg ott volt nagyon nagy forgalom. Tehát ez a két gyógyszertár volt, abban az időben 10 gyógyszertár volt a városban, és ez a kettő volt a két legnagyobb forgalmú gyógyszertár. És hogy megmentsék az utókornak ezt a múzeumot, ezért a 60-as évek végén végül is ezt a gyógyszertárat bezárták, és átadták az egész rendszert a múzeumnak, és a múzeum restaurálta, és 1972-ben nyílt meg a gyógyszertár, mint múzeum. Addigra restaurálták a bútorzatot, illetve a több mint 100 fa tégelyt. Ugyanis ezek a fa tégelyek, több réteg festék is volt. Az akkori gyógyszergazdálkodási osztályvezetője, Szabó Lóránt, ő volt, aki foglalkozott a gyógyszerészet történettel, és ő kísérletképpen elkezdett egy tégelyt kapargatni. És akkor látta, hogy ezen több réteg van. És ez a több réteg egy tégelyen, most is ott látható a Patika Múzeumban, látható, hogy különböző rétegek hogy vannak, és amikor látták, hogy a legalsó réteg az egy nagyon szép pajzs, akkor az egészet, azt a több mint 100 tégelyt lekaparták, és teljesen az eredeti pajzs van most a kiállításként a múzeumban. Hogyan érezték magukat egyébként abban a néhány évben, amíg ott dolgozhattak? Mert én azt gondolom, hogy azért egy ilyen ódonabb patikában dolgozni teljesen más, mint mondjuk szerintem azért a 60-as évekre már jellemző lehetett így a gyógyszertár belsőket tekintve. Nagyon jó társaság volt. Én legalábbis úgy kerültem oda, hogy teljesen ismeretlenül jöttem Fehérvárra egyedül. Mindjárt akadt barátnő, és azokkal vagyunk még mindig barátságban, 5 házas pár. Még nem is voltak ők házasok mind, és az a barátság meg is maradt, amit akkor kötöttünk. És hát idősebb volt a gyógyszertárvezető, meg a helyettes is, de alapjávéve jó társulat volt, és jól éreztem magamat ott. Nem volt kényelmes, mert állni kellett mindig, ott nem lehetett leülni. Mindenért hátra kellett menni.
Úgyhogy. Strapás munka, strapás volt, nagyon strapás volt. De sok magisztrális készítmény volt. És az nagyon, nekem tetszett, mert én gyógyszerész akartam lenni mindig. Ugye mind a ketten gyógyszerészek, és igen. Hát nem tudom, szabad-e elmondani ebben a műsorban, de hogy 80 évet betöltötte, ön pedig nem sokára be fogja tölteni a 80 évet, és még mindig aktívan gyógyszerészként dolgoznak. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon nagy dolog. De hogyan kezdődött így a pályafutásuk, így a gyógyszerészetet tekintve? Hát Szolnokra kerültünk államvizsga után, de 2 hét múlva össze is házasodtunk. Azt megvártuk, hogy államvizsgázzunk, és Túrkevére kerültünk ki, és azt mondtuk, hogy itt nem szeretnénk megöregedni, bár lehetett volna, mert volt 2 patika. És akkor a férjem mondta, hogy ő Fehérvárra akart mindig jönni, mert itt volt rokonság is, nem sok, de volt. És akkor eljöttek, megpályáztuk, és ide átvettek úgy bennünket, hogy még az 2 év nem telt le, mert akkor kötelező volt egy megyébe 2 évig dolgozni, addig nem lehetett elmenni. És mi el tudtunk jönni másfél év után, ő meg utána jött. De és maga a gyógyszerészet az hogyan jött, hogy gyógyszerésznek tanuljanak? Én azért mentem gyógyszerésznek, mert már kicsi koromban eldöntöttem, mert édesapám tüdőgyulladásra volt, és minden nap mentem a gyógyszertárba a penicillin injekciója, mert 3 óránként adták, és Pestről hozatták meg, mert akkor még nem volt penicillin. Akkor kezdődött, hogy... És nekem annyira tetszett az a fehér patika, hófehér volt, minden nagy tisztaság, és én akkor eldöntöttem, és én tényleg ki is tartottam, de nagyon szeretem is ezt a pályát. És én pedig szerettem a kémiát, és el kellett dönteni, 2 lehetőség volt, hogy vagy Veszprémbe megyek a vegyészmérnöki karra, vagy Szegedre a gyógyszerész karra. Tamásiban laktunk, tehát azért volt ugye közelebb még ugye Veszprém, de szüleim mindketten, ükéregapám meg visszamenőleg szegediek, rengeteg szegedi rokonság volt, a nagybátyám, nagynéném ott lakott, és nem volt probléma a lakhatás. Tehát nem kellett kollégiumban, nagybátyáméknál laktam, volt egy plusz üres szoba, és én ott voltam gyakorlatilag 59-től 63-ig ebben a 4 évben. És egyből fölvettek, mindkettőnket elsőre fölvettek a egyetemre, és hát ugye, mint évfolyam társak, ott ismerkedtünk meg, és hát az első év végén kiszemeltem Marikát, és gyakorlatilag ez megmaradt azóta. Igen, majd erről is egy kicsit fogunk beszélgetni, hiszen igen. Házasság hete van, és ha jól tudom, 57 éves házasok igen. lennének, illetve igen, lesznek. Lesz. Majd az kiderül akkor, hogy miért is mondom azt, hogy lenne. Igen. És akkor ugye a Fekete Saspatika Múzeum után akkor hova kerültek önök, vagy hogyan ment tovább, mert utána... Azért... Hát én szültem először is, és akkor, amikor visszajöttem, még már nem oda kerültem vissza az Ibli Patikába, mert addigra megnyílt az is. És utána hát dolgoztam a főutcai gyógyszertárban. Már az áthelyezett. Az áthelyezettben, hát nem mostani, mert az sem most ott volt, ami most van a főutcán. És akkor onnan én elmentem szakfelügyelőnek, tanultam, mert akkor egy szakfelügyelő kiesett, és helyettek vettek föl, de az egy tanfolyammal járt, szakvizsgázni kellett kémiából, analitikából, és én azt megcsináltam, és ott voltam majdnem 20 évig. És akkor 92-ben kezdte el a férjem a patikát. Egy saját patikát. Saját igen. Patikát, igen, mert ő neki majd elmegy a halálra. Igen, és amikor ő ezt megcsinálta, akkor hát közben még ezt is át is alakítottuk, mert még toldottuk a 10 év alatt, és 10 év után úgy gondoltam, hogy még bennem is van annyi erő, bár már 62 éves voltam, hogy kellene nekem is valamit, és a szárazréti az meg
hely az megürült, és akkor én azt megpályáztam gyorsan, nagyon gyorsan, és azt megkaptam. Hát én ott akartam kialakítani egy olyan nagyon jó hangulatos kis patikát, de nagyon nehéz volt, megmondom őszintén, mert mindenfele elmennek száraz rétről az emberek, és nincs az a vonzása a patikának, hogy csak oda jöjjenek, mint ahogy vidéken máshol is ugye oda mennek, akkor tudják, hogy jön következő hónapban is, vagy két hónap múlva, és akkor mindig ott van az a készlet. De ha nem jön vissza, akkor ott marad a készlet, és ez nagy baj. Jobb lenne, ha a száraz rétiek jönnének oda. Reméljük, hogy újra fognak akkor menni, és akkor a másik patika. Én pedig ugye ott voltam, nem sokáig voltam az ügyeletes gyógyszertárban, mert akkor nyílt meg az Ibli gyógyszertár, abban az évben, szeptemberben. És gyakorlatilag erre a patikára hirdették meg ezt az állást, amire mi tulajdonképpen jelentkeztünk. És annak a gyógyszertárnak a vezetője volt korábban a leltár brigád vezetője. Azt kinevezték oda gyógyszertár vezetőnek, és én meg megörököltem a leltár brigád vezetőséget, amit két évig csináltam. A megyébe jártuk a hárman a gyógyszertárakat, és csináltuk a leltárakat. És utána még egy-két évig Liszt Ferenc utcába, illetve a Budai út 24 szám alatti patikában, ami most már megszűnt, abban a patikában volt a beosztott gyógyszerész, és 1970-ben ürült meg a Halesznál, a Budai út 180-ban, Kisteleki utca sarkán, a gyógyszertár akkor volt nyugdíjba az akkori gyógyszerész, és akkor én azt megkaptam, és gyakorlatilag 22 évig azt a gyógyszertárat vezettem. A 10 patikából ez volt az egyedüli, amelyik nem a gyógyszertári központ tulajdonában volt az épület, hanem egy magáházban albérlők voltunk. Ennek megfelelően arra a patikára nem sokat költöttek. Nálam volt egyedül vaskályha, szeneskályha, és ugye minden nap ugye begyújtás, és ezzel járó mindenféle kalamajkák. Hát hétfői napon 10 órakor vetettük le a téli kabátot, mert olyan hideg volt, mire az ott bemelegedett. Szóval áldatlan állapotok voltak, és gyakorlatilag ebbe a gyógyszertár voltam 22 évig, és abban az időben, ugye ez 91-92 volt, abban az időben indult a rendszerváltás során a privatizációs lehetőség. Akkor már úgynevezett jogelőd nélküli gyógyszertárak nyíltak már két év alatt. Én voltam a 150. gyógyszertár az országban, amelyik így úgynevezett jogelőd nélkül saját beruházásban, úgynevezett zöldmezős, ez tényleg zöldmezős beruházásban létesült. Ugyanis azt a gyógyszertárat nem lehetett privatizálni, mert nem volt értelme. A többit pedig általában a bent lévő gyógyszerészek kapták meg további vezetésre, kivéve egy-kettőt. De hát az egy külön tészta. És akkor én próbáltam, hogy hol lehetne valamit kezdeni. Először a kórháznál próbálkoztam, de ottan nem úgy sikerült a dolog, mert eredetileg a kórháznál az a mentős feljáró alá oda terveztek egy gyógyszertárat, még állami korban, amikor még szó sem volt arról, hogy rendszerváltás lesz. Oda terveztek egy nagy gyógyszertárat, 300 négyzetméteres, óriási. És amikor kiderült, hogy itt változás lesz, azt mondta a gyógyszertár központ, ő azt már nem fogja megcsinálni. Hát mondom, oké, megcsinálom én. De olyan istentelen összeget kértek bérleti díjként, azt mondom, ezt nem lehet kifizetni. Gyakorlatilag az ár is betakarta a bérleti díj. Hát mondom, ezt nem lehet így csinálni. És akkor volt az, hogy a Sarló utcában, ahol az orvosi rendelő volt, ott volt az akkor az ügyelet is, az orvosi ügyelet, nagy közelben nem volt gyógyszertár.
Vagy a Budai úton volt, vagy a József Attila utcai, vagy mi voltunk itt a Halesz. Több nem volt. Ezek voltak a legközelebbi gyógyszertárak. És akkor azt mondtam, hogy ide, ha az önkormányzat arra az üres területre, ahol most is áll a gyógyszertár, odaadja, akkor én oda építenék egy gyógyszertárat. Az önkormányzat azt mondta, jó, megpályázta, hál' Istennek nem pályázta meg a területet senki más, így egyedül meg tudtam pályázni. Egy baj volt, nem volt pénzünk. Nem volt pénzünk. És már készen voltak a tervek, a terület is már a miánk volt. Építő ember is volt, csak pénz nem volt. És egyszer csak olvasom az újságban, hogy az OTP starthitelt hirdet. Hát akkor bementünk az OTP-hez, és akkor mondtuk, hogy milyen, mik az elképzelések. Végre nem benzinkútra, meg kocsmára kérnek kölcsönt. És megkaptuk a kölcsönt. Kérdezik, hol van az üzleti terv? Mondom, nem hoztam magammal, de délutánra itt van. Gyakorlatilag pillanatok alatt megkaptuk azt az összeget, amivel az épületet felépítettük. És aztán éltek is egyébként, bocsánat, hogy közöleg csak, hogy már aztán lassan megy a műsoridő is. De hogy ez egy olyan patika ráadásul, ami aztán robotizáltá is vált, sőt a városban talán elsőként. Tehát, hogy megyében másodikak vagyunk. Tehát gyakorlatilag ezt az épületet, egy 100 négyzetméteres épületrészen a régi patikának a lebontott bútorával rendeztük be, mert ahhoz volt, azt gyakorlatilag filléreként megkaptuk azt a bútort, és azzal indítottuk. És de hát nagyon szűknek bizonyult az officina. 99-ben az önkormányzatot megkértük, hogy adjanak még 50 négyzetmétert, és hozzáépítettünk, és arrébb toltuk az irodát és az egész rendszert, és akkor 150 négyzetméterre bővült a patika, és akkor csináltuk meg ezt a jelenleg is meglévő, ez a cseresznye bútorú, húvilrendszerű fiókrendszert, ahol 150 fiókban voltak a gyógyszerek elhelyezve. Abban az időben ez volt a legmodernebb dolog, de még ma is. Most ma akkor is. Én megfolytatom azzal, hogy szinte együtt gondoltuk át az egészet, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt a robotot mi is megszereznénk, de 30-ak voltunk akkor az országban. Nem, 13-ak voltunk akkor 13. az országban. És hát egy gondolat volt, csak pénz megint nem, de a bank megint csak segített rajtunk. Úgyhogy 26 milliót kellett fölvenni, de most már ezt le is dolgozzuk lassan. És mekkora segítség egyébként ez a robotizálás most, a patikán belül? Azóta nem sok beteg van benne a patikában. Hamar kimegy a beteg, mert ugye, ahogy beütik a vényt, abban a pillanatban adja ki a robota. És összeszedi. Ha 10 recept van, akkor 10 gyógyszert szed. Mire a 10. receptet beütjük, 9 már ott van ott a csúszdában, csak hátra kell fordulni, ki kell venni a csúszdából is. Igen. Ugye mondtam, hogy 80 évesek, és most már 57 éve lesznek házasok. Igen. Mert majd most egy kicsit a gyerekekről is azért szeretnék, hogy ők mit csinálnak. Hát, hogy 57, és akkor mikor is lenne a házasság évforduló? Hát 29-én februárban. De hát az nincs minden évben, csak 4 évente. Ez egy nagyon szép szám, ez az 57, úgyhogy gratulálok önöknek. Hát, és tényleg itt vagyunk a házasság hetében, hogy hogyan lehet együtt maradni ennyi évig, gyorsan mondjanak erre nekünk valamit. Hát azt én megmondom, hogyan lehet. Úgyhogy mindig dolgoztunk, mindig terveztünk, mindig újat csináltunk, és ez úgy elvette az energiát, hogy nem lehetett másra gondolni közben. Szerintem ez volt a titka. És hogy akkor mi a helyzet a gyerekekkel? Hány gyermek van? 2 lányunk van. Mind a 2 szakasszisztens, mert végül is itt kötöttek ki. A kisebbik az sajnos nem tudta befejezni az egyetemet betegség miatt. És hát most a két unoka azért, hát sokszor szidnak bennünket, hogy miattunk csinálták, de mondtuk, hogy nem miattunk, ő saját magukért. De ők aztán most sikerrel elvégzik. Hát most a kicsi azt mondta, hogy majd csak akkor dicsekedjek, ha már túl lesz. Mert azért gondolom, hogy nem lehet kevés sem az idő, amennyit erre fordítanak, tehát a sok-sok évi tanulás, meg hát a tudás mennyisége, amit... Nagyon nehéz. Rengeteg gyakorlata. Ha mi időnkben volt olyan,
hogy reggel 8-kor bementünk az egyetemre, és este 8-kor mentünk haza. Még ebédszünet sem volt, mert délután volt egy 6 órás gyakorlat. Mindig jött a cukros bácsi, aki hordta a kiflit meg a sportszeletet. Az volt az ebédünk sokszor az egyetemen, mert nem volt idő elmenni még ebédelni. Nagyon sok, rengeteg volt, a gyakorlati idők voltak nagyon sok. Most is panaszkodnak is a gyerekek. Olyan nehéz, zehezek a vizsgák, nagyon. De azért biztos egy csodálatos pálya lehet, és egy szakma egyébként. Hát ez aki szereti, annak nagyon. Mert hogy tényleg 80 évesek, most már tudom, sokszor mondom, de hogy tényleg ez egy akkora dolog szerintem, hogy valaki aktív még ebben a korban, és azt csinálja, gondolom én, amit szeret. Hát a vejünk mondta, amikor már szegény régen, meg 20 éve meghalt autóbal esetben, de ő mondta, hogy nekünk ez a hobbink. Ezt látta akkor is már. Tényleg hobbi. Nekem a gyerekek is azt mondják, hogy én azt a kis patikát hobbiból csinálom. Na tényleg. Na tényleg. Nem sok hasznom van benne. Ha már itt a hobbiról beszélünk, akkor a Józsefnek azért van másfajta hobbija is, hiszen gyűjtött egy fantasztikus képeslapgyűjteményt Beethovenről. Erről vannak képeink is, amit meg tudunk mutatni. Mit lehet tudni erről a gyűjteményről? Ezt mikor kezdte el gyűjteni? Eddig tartott? Én 10 éves voltam, amikor a édesapám kollégája beoltotta bélyeggyűjtésbe, és 16 éves voltam, amikor elkezdtem a zenei bélyegeket gyűjteni. Ugyanis gyerekkoromban én 7 évig tanultam zongorázni, nagyon szerettem a komoly zenét, azóta is, és amióta Fehérváron vagyunk, azóta nekünk állandó hangversenybérletünk van. Egyetemen opera bérletünk volt, hangversenybérletünk, tehát nagyon szerettük a komoly zenét. És akkor én elhatároztam, hogy a zenei bélyegeket gyűjtök. És ott, mikor Szegedre kerültük, ott már ott nagy filatéliai élet volt, ott már be tudtam szerezni. És amikor aztán Fehérvárra kerültünk, itt is abban az időben nagy ilyen bélyeges élet volt, és abban az időben volt egy fehérvári gyűjtő, aki állandóan Pestre járt, és amikor az újdonságokat mindig elhozta. Hát azóta aztán, amióta, hát, hogy akár az internet és az ilyen, az internet van, azóta már sokkal könnyebb a gyűjtés is, és az újdonságoknak a beszerzése is. Kicsikét macerásabb külföldről behozni. Az idén például 20 ország adott ki Beethoven, illetve 20-ban, múlt évben, 2020-ban volt Beethovennek a 250. születésnapja, 20 ország, több mint 20 ország adott ki Beethoven bélyeget. És most ezeket próbálom beszerezni. És a Liszt bélyegeket is. Na, most a Beethovenről úgynevezett Carta Maximumokat készítettem, egy úgynevezett egykeretes gyűjteményt, ami 12 lap fér egy ilyen keretbe, és ebből csináltam Beethoven a képzőművészetben, ugyanis nagyon sok Beethoven festmény létezik. Ezeket a festményeket használták fel a bélyeg tervezők, bélyegek készítésére. És a legtöbb a Karl Stielernek a híres festményéről készült bélyeg, az, ami a legtöbb példányban, a legtöbb országban jelent meg, a magyar bélyeg is, a magyar Beethoven bélyeg is ezt ábrázolja. Tehát ebből csináltam én egy ilyen egykeretes Carta Maximum gyűjteményt, ami azt jelenti, hogy levelezőlap, a levelezőlapon maga a festmény van, ugyanaz bélyegbe, és utána pedig ugyanez emlék bélyegzővel. Tehát ez a hármas egység, ez a Carta Maximum. Tehát ezt készítettem el, és amikor kiderült, hogy Beethoven hangverseny lesz itt Fehérváron, akkor a Major István igazgatónak fölajánlottam, hogy ha úgyis decemberben lesz ez a hangverseny, a 9. szimfóniát mutatják be, hát az előcsarnokban állítsuk ezt ki. Hát ugye jött a járvány, elmaradtak a hangversenyek, és nem a Beethoven 9. szimfóniát vették fel, mert ahhoz 200 embert kellett volna a színpadra vinni, hát járvány idejében, hát ez nem lehet. És ezért a műsorváltozás volt, és a Hegedi versenyt és a 6. szimfóniát mutatták be, és a kettő mű közé ennek a gyűjteménynek egy virtuális kiállítását vetítették be, ami a YouTube-on bármikor megtekinthető.
az Alma Régia szimfonikus zenekar YouTube-os honlapján. Egyébként ezt a... Ez az egyik, a másik pedig a régi vágyam volt. Régebben csináltam egy romantika anyagot még 85-ben, az egy nagy nemzetközi gyűjtemény volt, abban 120 lapon romantika szerzői vannak feldolgozva. Ez nagyon sok európai országban, Magyarországon is és európai országban legalább 20 helyen volt kiállítva már. És 11-ben volt a Liszt év. Akkor határoztam el, hogy elkészítem Liszt Ferenc életét és munkásságát, úgyhogy nagyon sok Liszt bélyege lett meg, illetve azok a és olyan bélyegek, amelyek Liszt műhöz valamilyen módon kötődnek, akár a szimfonikus körteményhez, akár a szimfóniákhoz, az esztergomi miséhez, aztán az operaházhoz, a zeneakadémiához. Erről készítettem egy jelen pillanatban egy 90 lapos gyűjtemény van, és ezt tódozgatom mindig az újdonságokkal. És most újított fel. És most újítom, és majd májusban lesz egy országos nagy kiállítás. A felújított változatát ott akarom bemutatni. Igen, azt akartam éppen az előbb kérdezni, hogy ugye tudjuk, hogy a gyerekek a gyógyszerészet iránt érdeklődnek, és hogy ezt láztatták, hogy ezt a hobbit, ezt próbálják ők is sajnos folytatni? Sajnos nem. Ez a legnagyobb bánatom. De sajnos még rá nem. Lehet majd még őket majd beszélni. Az unokákat, vagy majd meglátom még, hogy de megpróbálom rá beszélni, igen. Hogy folytassák ezt. Ezt is. Ezt is kell. Sajnos a műsoridőn közül érkeztünk, de még egy fontos kérdést fel kell tegyek. Meddig szeretnének még dolgozni? Hát sajnos ezt most nem tudjuk. Addig még a gyerekek, vagy az unokák az úgynevezett személyi jogot át nem vehetik. Tehát ez a végzés után még 3 év. Hát a Csenge most már most már jövőre szakvizsgázik, tehát ő már átveheti hivatalból. A kisebbiknek még gyakorolni kell, még 3 év. Sajnos ez a szakvizsga, de hát ha történik velünk valami, akkor már megkapják a családi személyjogot. Úgyhogy... Hát úgy látom, hogy energia az van még önökben. Hát még van. Jó egészséget is kívánok önöknek még akkor, hogy akkor még azt a pár évet, amit még ki kell venni, hogy át tudják venni teljesen ezt a jogot, akkor meg legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltak itt a fehérvári beszélgetésekben, és egy kicsit jobban megismerhettük önöket, a gyógyszerészetet, illetve hát igen, a vállalkozásokat és a fantasztikus gyűjteményeket. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük a meghívást. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, a fehérvári beszélgetések vendége volt Lipai József és Lipai József névvirág Mária. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!